Tóth, tisztelt államtitkár úr, órákig tartanak csak felsorolni, hogy önök mi mindenre voltak alkalmatlanok kormányon. Most egy olyan ügyről szeretném önt kérdezni, mert az ország minden pontján joggal háborítja fel az embereket, ez pedig az illegális hulladéklerakóknak a szaporodása, illetve az újratermelődése. Ugye, múlt év februárjában Orbán Viktor miniszterelnök tette egy nagyon világos ígéretet, hogy felszámolják az illegális hulladéklerakókat, és felelősségre vonják az elkövetőket. Hát láthatjuk, hogy azóta a helyzet sajnos nem lett jobb. Én az országosan talán az egyik legnagyobb botrányt kiváltó esettel szeretném például aláhúzni a helyzetnek a súlyosságát. 2019. decemberében, nem sokkal karácsony előtt, egy kamion Mánfa és Komló között 40 tonnányi műanyag és gumi hulladékot rakott le mindenféle engedély nélkül egy önkormányzati területre, az önkormányzat tudta és engedélye nélkül. A kamion belesüppett a sárba, elkapták az elkövetőt, azóta egyébként az is kiderült, hogy a hulladéknak a származási helye Olaszország. Gyakorlatilag egy óriási botrány, egy országos botrányt váltott ki az ügy, és minden információi hatóságok rendelkezésére állt. Én nemrég kaptam egy levelet a Nemzeti Nyomozó Irodától, akik másfél év után azt találták válaszolni, hogy mivel a rendelkezésre álló adatok és bizonyítási eszközök alapján nem állapítható meg a bűncselekmény elkövetése, lezárták a nyomozást. Tisztelt államtitkár úr, a hulladék azóta is ott van, a kormányhivatal nem tette a dolgát, elmondhatjuk, hogy a törvények rosszak, a felderítés elégtelen, és a kormányhivatalok még a rendelkezésre álló eszközökkel sem élnek. Az a helyzet, államtitkár úr, önök nem úgy megoldották ezt a feladatot, de akadályozták a hatóságok munkáját azzal, hogy nem tették megfelelővé a jogi környezetet. Mi korábban számtalanszor nyújtottunk be javaslatokat, ezeket indoklás nélkül lesöpörték. Kérdésem az, államtitkár úr, ez a gyalázat, ez az ország teljes területén joggal háborítja fel az embereket. Mi elvégezzük azt a munkát, amire önök alkalmatlanok voltak. Benyújtunk egy törvényjavaslatot, ami olyan szigorúsággal büntetné ezt a gyalázatot, hogy annak elrettentő ereje legyen. Kérdésem, államtitkár úr, arra legalább hajlandóak-e, hogy megszavazzák az általunk benyújtott törvényjavaslatot? Köszönöm. Köszönöm szépen, frakcióvezető úr. A válasz Janda Tamás államtitkár úr fogja megadni. Parancsoljon, államtitkár úr. Tisztelt országgyűlés, tisztelt frakcióvezető úr. Az az igazság, hogy önöknek az elmúlt hónapokban volt lehetőségük arra, hogy kifejezzék, hogy mi is a hozzáállásuk a hulladékhoz, hogyan szeretnék önök felszámolni az illegális hulladékot, valójában mennyire is zöld pártként működnek önök. Képviselőre volt lehetőségük. Az országgyűlés tárgyalta azokat a jogszabályi módosítási javaslatokat, amelyek tartalmazzák, hogy hogyan lépünk föl még szigorúbban az illegális szemetelők ellen, hogyan fogjuk egyébként megtisztítani az országot, hogy milyen büntetési tételek és milyen felelősségi rendszerek jönnek létre. Képviselő úr, itt vitatkoztunk erről az országgyűlésben. És ezek után, amikor szavazni kellett, amikor dönteni kellett, amikor annyit kellett volna tennie, tisztelt képviselő úr, hogy megnyomja az igen gombot, akkor ön nemmel szavazott. Akkor ön nem támogatta azt, hogy legyünk szigorúbbak, hogy legyünk hatékonyabbak, hogy hozzuk létre a hulladékgazdálkodási hatóságot. Ennyire zöldek önök, álzöldek, látszatzöldek, a nevükben zöldek. Egy lépést nem tesznek annak érdekében, hogy Magyarország egy tisztább ország legyen. Egy gombot nem tudtak megnyomni annak érdekében, hogy fel tudjuk állítani a hulladékhatóságot, és keményebben tudjunk fellépni az illegális szemetölők ellen. Képviselő úr, ennek ellenére mi ezt meg fogjuk csinálni. És meg fogjuk ezt akkor is csinálni, ha az önök főpolgármestere, a magát szintén zöldnek nevező, de semmifajta valós elkötelezettséggel nem rendelkező Karácsony Gergely nem az illegális hulladék lerakatok ellen küzd, nem a szemetelés ellen küzd, hanem leszereli a köztéri kukákat Budapesten. Leszereli a köztéri kukákat Budapesten a magát zöldnek nevező főpolgármester. Szégyelljék magukat. Köszönöm megtisztelő figyelmét. Köszönöm szépen, államtitkár úr. Egy perces viszonválaszra frakcióvezető urat illeti a szó. Frakcióvezető úr, egy pillanat még, mostantól kezdve. Államtitkár úr, ez volt az ön kampányszöveg, ez volt az ön hazugsága, és ezt el fogom juttatni a Pécs környéken lévő felháborodott embereknek. Tisztelt államtitkár úr, 40 tonnányi szemét másfél éve ott fekszik egy területen.
nincs elkövető. Az önök hatósága szerint még csak bűncselekmény se történt. Ez az önök tökéletes alkalmatlansága, tisztelt államtitkár úr. A kérdésem arra vonatkozott, hogy önök már erre képtelenek voltak, hogy egy tisztességes törvényt megalkossanak, hogy egy olyan törvényt beterjesztenek és kétharmaddal az országgyűlés elé behozzák és megszavazzák, amivel valóban ezt a célt el lehet érni, hogy felszámolni az illegális hulladéklerakókat és megbüntetni, elszámolni az elkövetőket, akkor legalább azt engedjék meg, hogy a mi törvényjavaslatunkat az országgyűlés elfogadja. Az önök alkalmatlanságának a bizonyítéka ott fekszik másfél éve Pécs és Komló, vagy bocsánat, Mánfa és Komló határában. Erre adjon valamiféle magyarázatot az ott élő embereknek, tisztelt államtitkár úr. Köszönöm. Köszönöm szépen, frakcióvezető úr. Egy perces viszontválasz illeti meg államtitkár urat is. Parancsoljon, államtitkár úr. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt frakcióvezető úr. Az igazság, hogy ön látszódik, hogy nem figyel a válaszomra. Mi egyetértünk abban a pécsi emberekkel, és sok tisztességes emberrel Magyarországon, hogy bizony azok az állapotok, amik Magyarországon vannak a hulladék kapcsán, hogy illegális szeméttel vannak tele a köztereink, a városaink, a településeink, az bizony nem megfelelő, az nem helyes így. És tisztelt képviselő, én se kiabáltam be, és pontosan éppen ezért terjesztettük be az országgyűlés elé, és fogadta el a polgári nemzeti józan jobboldali többség azt a törvényt, amelyik létrehozza a hulladékhatóságot, amelyik megszigorítja a büntetési tételeket, és ön álzöldként, virtigli baloldali képviselőként nem támogatta ezt a módosítást. Önnek úgy jó, ahogy most így van. Mi ennek ellenére fel fogjuk számolni az illegális hulladékot. Köszönöm megtisztelő figyelmét. Köszönöm.